Köszöntöm Önöket, az Egint magazint látják. Mai műsorunkban hoztunk Önöknek egy népdalversenyt, foglalkozunk egy kicsit a szépkorúakkal, valamint a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó foglalkozásokat is mutatunk Önöknek. Tartsanak velünk! Elkezdődtek a Pesovár Ferenc népzenei verseny előválogatói. A Malom utcában jártunk, ahol a környék tehetséges fiataljai mutatták be produkcióikat. Ebben a tanévben is újra megrendezik a Pesovár Ferenc nevével filmjelzett Fejér megyei gyermek és ifjúsági népdaléneklés és népzenei versenyt. Az első területi válogatott a Malom utcai táncházban tartották. Bár a járvány miatt nem tudott minden nevező eljönni, a lelkesedés töretlen maradt. Pákozdi Nemeskócsog általános iskolába jöttünk, a Ludasim pajtársimat fogjuk elénekelni, az Érik-érik cseresznyét, meg a Túl a vízen egykorsásat. Azt lehet tudni, hogy miért jó népdalt énekelni? Mert nagyon jó kikapcsolódás, jó érzés, és szerintem nagyon szerethető így énekelni ezeket. Nehéz népdalt énekelni? Szerintem nem olyan nehéz, nagyon könnyű megtanulni, és szerintem tök jó. Ludasim, pajtásim, hol az élúgyaim? Ludasim, pajtásim, hol az élúgyaim? 12-en voltam, mint fehérek voltak. 12-en voltak, mint fehérek voltak. Csak kettő volt. Idén is több mint 400 résztvevő nevezett 120 produkcióval Székesfehérváról és 15 további Fejér megyei településről. Több mint 20 éves már ez a verseny. Korábban a Fejér megyei Művelődési Központ volt a házigazdája, a Fejér megyei Népzenei Műhellyel közösen, most pedig a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ a fő szervező, és ugyancsak társszervezőként a Népzenei Műhely Egyesület vesz részt a lebonyolításban. Ezen a 6 előválogatón, területi bemutatón több mint 500 gyerek és fiatal vesz részt. Akik népdalénekléssel foglalkoznak, ezt tanulják, ezt szeretik, vagy pedig hangszeres magyar népzenével lesz furulyás, tárogatós, citerás, és hát természetesen vonósok, és az énekesek pedig több kategóriában lépnek fel, szólistaként, csoportos produkciók is lesznek. A gyerekek a területi előválogató neves zsűri előtt mutatkozhatnak be, itt dől el, hogy tovább jutnak-e a következő megmérettetésre. Szívem szerint mindig csak megjegyzéseket írnék, és nem rangsorolnék, mert az önkifejezés, a művészet az nem verseny, hanem az érzelmeknek az átélése és átadása a hallgatóságnak. Én azt látom, hogy ha a pedagógust érdekli a zene, illetve a zenének ez az ága, akkor nagyon könnyen tudja megszólítani a fiatalokat. Ha ő nem szereti ezt a műfajt, akkor a tanítványai se fogják megszeretni. Elkészítő tanárok szakmai útmutatást is kaptak a verseny után, aki pedig tovább jutott, a megyei döntőben mutathatja meg majd tehetségét. Új
újraindult a Nem csak a 20 éveseké a Világnyugdíjas Klub. Kovács Szilvia kolléganőmnek, Bognár Mária klubvezető beszélt az idei programokról. A stúdióban köszöntöm Bognár Máriát, a Nem csak a 20 éveseké a világ nyugdíjas klub vezetőjét, igen, akivel egy kicsit a klub életről fogunk beszélgetni, hiszen most az elmúlt egy-két évben erre nem nagyon volt lehetőség. Hát sajnos nem, igen. Én is köszöntöm a kedves nézőket, és hát nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek újra veletek, és hát, hogy az egészségem visszajött nekem is most már úgy, ahogy visszaállt szépen. Igen, ahogy elmondtam az előbb, ugye egy kicsit a pandémia is ennek most közbeszólt, meg hát az egészséged is, de azért korábban igen aktív volt a nyugdíjas klub élete. Hát számtalan rendezvényre kísértünk mi is el titeket a kameráinkkal. Ez így igaz. Meg hát most a kollégák mutatták éppen ezt a kis csomagot, de erről majd egy kicsit később beszélünk. Igen. Picit beszéljünk a klubnak a múltjáról, hiszen hát 25-et szeretnétek megünnepelni, ha jól igen, tudom. Ez most már másodszor marad el. Ennek a klubnak, illetve nem csak a 20 éveseké a világ rendezvény sorozatnak, most már 25 éve, hogy mi a Szenes családdal, mondhatom így, mert bekerültünk a lakásukba is, és oda jártunk felvételekre, tehát a mai napig is Andreával tartjuk a kapcsolatot. És ebből alakult nekünk a nyugdíjas klubunk, ami meg 10 éves már. És most már másodszor kell elhalasztanunk, mert ugye a pandémia közbeszólt, és hát nem tudtuk megrendezni, meg közben én is egy picit úgy elebetegedtem, ami hála Isten most már rendbe jött, és szeretnénk a továbbiakban is folytatni, és hát én nagyon sok új gondolattal, tevékenységgel próbálkozom már most már, hogy egy kicsit majd felfrissítsük és újítsunk a programjainkon, és hát ehhez szeretnénk kérni a régi és az új klubtagoknak, a leendőbeli klubtagoknak és a jelentkezését, mert hát vannak tervek. Nem beszélve arról, ahogy említetted is, hogy nekünk azért van múltunk, tényleg, úgyhogy... Picit hát, beszéljünk akkor erről, hogy mi igen, mindent hát, kaphattak azok, akik a ti köreitekbe tartoztak igen, ez ideig. Így van. Tehát a 25 éves évfordulóhoz sorolnám talán azt, hogy feljártunk ugye a felvételekre. Ez se volt egy egyszerű dolog, mert így vasárnaponként mennünk, és hát ott, hála Isten, én személyesen ott fényképezkedtem Dobos Attilával, akit nemréget veszettünk el, ugye. És akkor ebből alakult az, hogy utána lehozta a Szenes művész úr a stábját, itt körülbelül 10 énekessel csinált az 5 éves évfordulónkon egy felvételt, amit a Fehérvár Televízió archívumában azt hiszem, hogy őriznek, igen, és megvan. Is. Igen, igen. Igen, és úgy tudom, hogy ez meg is van. Hát ott szerepeltek, ugye még most már, akit elvesztettünk, Harangozó Terikét, Mari Zsuzsát, a Por Péter még nem, hát szóval sokan tehát nagy voltak, nevek voltak, nagy nevek igen, voltak lenni, igen. A Pályer András, ugye őt is elvesztettük. Na, mindegy. Az a helyzet, hogy hát ezek szépen alakultak, és ebből lett, ahogy említettem, ugye a klubunk. És hát közben ugye meghalt a Szenes művész úr. Hát megint büszkén mondhatom el, hogy a temetésén is ott voltunk, síravatójára is meg voltunk hívva, csak a Danén nem tudtam akkor elmenni, de képviseltettük magunkat, úgyhogy áll a kapcsolat, megvan minden, úgyhogy hát szeretnénk, ha ez működne továbbra is, és működni is fog, mert az Andrea nagyon rendes, most pedig ugye vannak az emlékkoncertek az édesapjának, és oda mindig meghív bennünket, VIP jegyekkel megyünk mindig, úgyhogy... Az mit jelent, milyen létszámban mentek? Hát most 30 főre kértem legutóbb, de nem mentek el sokan a vírus miatt, mert féltek. Mert ott azért 10 000-es létszámmal vannak ám a közönség, úgyhogy azért meg kellett gondolni. De hát remélem az idén már el tudunk menni. Ez a név egyébként igen, mire kötelez titeket? Ez a Nem csak a 20 éveseké a világ. Itt azt ugye mondtam is, hogy igen, megmutatjuk ezt a kis csomagot, ezt igen, személyesen Szenes Ivántól kaptátok. Hát ezt arra kötelez, hogy mikor meghalt, akkor rögtön küldte nekem az Andrea klubnak. Én úgy
hát megköszöntem neki, és az összes szerzeménye itt szerepel, ez a Szenes művész úrnak, mert ugye, hát azért fűződik a nevéhez néhány dal, nem is akármilyen szép dalok, úgyhogy hát erre büszkék vagyunk, és hát ezt kaptuk az Andreától. És hát tartjuk a kapcsolatot, nem beszélve ugye a klubunkról, hát a klubélet az foly, szeretném, ha folyna tovább, meg megy is. Most is lesz csütörtök, holnap után, vagy csütörtökön lesz klubnapunk, úgyhogy megbeszéljük a dolgokat, ha csak nem lesz valami probléma itt a vírus körül. Ez mit jelent, hogy klubnap, milyen gyakran jönnek két össze? Két hetente jövünk össze, na hát ugye ezek maradtak el, ugye a vírus következtében, meg a betegségemmel következtében, és most hát szeretnénk ezt bepótolni. Már is egy ilyen hurkasütéssel próbálkozunk két hét múlva, és nagyon várunk mindenkit, hát aki szeretne a mi klubunkba tevékenykedni, bármit, mindenre mi is fogékonyak vagyunk, meg csináljuk. Most szeretnénk egy sorozatot majd elindítani. Ugye mi a felsővárosi házban vagyunk, művelődési házban vagyunk, és ott volt régen, ugye a Zsukti Pro, ezt szeretnénk most felújítani, a hagyományokat őrzését egy kicsit ápolni, tehát a nyugdíjasok körében egy ilyen zenés-táncos rendezvénysorozatot indítunk majd most a Zsukti Pro-nak a nevével, tehát múltjával. Egyébként mekkora igény van az ilyen jellegű rendezvényekre? Hát ezekre van a legnagyobb igény. Ezekre is sajnos az idén nem tudtunk, ugye mi mindig szilveszter elbúcsúztunk. A szabadművelődés házal mindig a miénk volt az aula, és azzal búcsúztattuk az óévet, de most az idén nem lehetett azt sem megcsinálni, mert hát ugye a körülmények, hát tudjuk, hogy a vírus ez nem kímélt bennünket se, és nagyon sok rendezvényünk elmaradt, és hát ezeket szeretnénk most majd pótolni. Jó, akkor beszéljünk egy picit ezekről, hogy mi minden vár hát, most itt a klubtagokra idén. Igen. Azt tudom, hogy nálatok az Anna nap az egy kiemelt helyet igen, kap minden évben. Az kiemelt helyet, mert ez hála Isten senki nem csinálja rajtunk kívül, és van jó néhány, hogy mondjam, fiatal asszonyka, akik már viselik a koronánkat, nem is akármilyen, mert rendes szép koronát szoktunk mindig a nyertesnek kiadni, meg a második, harmadik helyezetnek is. Tehát úgy kezdeném, hogy rögtön kezdjük az év elején a farsanggal. Ott általában a farsangi bállal, idén ez is elmarad, ezért lesz helyette majd a farsangi malac, nem is tudom, ilyen disznótoros hurkasütés, ezt fogjuk helyette majd most csinálni, mert még mindig úgy érzem, hogy a vezetőség sem örülne egy zenés-táncos rendezvénynek, még most várnunk kell. Uh-huh. Ugye jön a farsang, ott szoktunk fákversenyt csinálni, és akkor utána jön a pünkösd, lassan, ugye ott hát általában mindig pünkös király, pünkös királynőt választunk, megkoronázzuk, ezt is zenés-táncos rendezvénnyel szoktuk ugye mindig csinálni, és nagyon szeretik ezeket a rendezvényeket. Még visszatérve a farsangra, ott pedig beszoktak öltözni. Uh-huh. Úgyhogy mindig... Tehát rendes jelmezes. Rendes jelmezbe, igen. Mulatság. Ki milyen jelmezbe, igen. És akkor hát az első helyezete természetesen díjaztuk. Uh-huh. Ugyanez van a fánkversenynél is, hogy aki nyer, az nyer. Úgyhogy, és következett ugye a pünkösd, hát az is ez megint ilyen versenyszerűen megy, hogy ki lesz a pünkös király, királynő, és akkor én a hagyományos részét mindig el szoktam mondani, hogy ez mihez fűződik, és utána akkor itt van a húsvét, ugye húsvéttal is foglalkozunk kellett, ott is ajándékokat szoktunk, vagy tojást készítünk, de általában mindig megemlékezünk róla, vagy elmegyünk valahova, egy vacsorát megenni, hát nem mondhatom a nevét, hogy hova szoktunk járni, és nagyon jól érezték mindig magukat, úgyhogy beöltöztettem őket nyuszinak, nyuszifülnek, és akkor osztogatják a tojásokat. Nagyon, szóval bent vannak ezekben a
kis hagyományos dolgokban, hogyha mindig megkérem őket, hogy most mi, mit szeretnénk, vagy hogy akkor levők rá, úgyhogy nagyon aranyosak a klubtagok is tényleg. És akkor hát a húsvét után még szoktunk egy ilyen évadzáró bulit csinálni. Hát ez megint valamihez kötődik, attól függ, hogy mit találunk ki, vagy hogy, és akkor egy kis szünetet tartunk mindig nyáron. Ugye akkor vannak a városi rendezvények, a királyi napok, akkor tessék, menjen mindenki, ott nézzen körül egy kicsit, meg érezze jól magát. És amikor az évadot nyitjuk, azt általában egy hát, klubnappal nyitjuk, és akkor tesszük be mindig a nagy kirándulást. Úgyhogy mindig, minden évben általában el szoktunk menni kirándulni. Hát ugye nem beszélve arról, hogy amikor voltak nekünk, vagy vannak ilyen rendezvényeink, azért nekünk vannak olyan meghívott vendégeink, hát például aki a képviselőnk is, ugye az meg kell, hogy hívjuk, és nagy örömmel jönnek, és akkor nyilván, hogy kapunk egy kis anyagi támogatást, és akkor így bővebben tudunk mi is gazdálkodni a kis pénzünkkel, és tudunk akkor egy kicsit hát, meghívni őket, és jól érezni magunkat. Úgyhogy hát ezzel szoktuk kezdeni az őszt, a kirándulással, és akkor ugye már is ott van a szüret, szüreti bál, arról sem szoktunk megfeledkezni, azt is a hagyományoknak megfelelően. Aztán jön ugye már a karácsony közelít, a Mikulás. Általában mi szoktuk adni a Mikulást, mert van egy Mikulás felszerelésünk, és akkor volt, amikor kölcsön adtuk, és hát nagyon, hát ezt a képviselők is nagyon szívesen fogadták, mert ezzel mi is egy picit támogattuk őket, hogy Mikulást adtunk kölcsön, úgyhogy ez is nagyon jó jött. És akkor jön a karácsony, ugye akkor mindig csinálunk ilyen karácsonyi valamilyen összejövetelt, vagy egy vacsorát, vagy valamit mindig ki tudunk gazdálkodni, és hát aztán utána a szilveszterre zárjuk az évet általában mindig. Mondom, hogy most az utóbbi években mindig hát a pandémia sajnos közbeszólt. Hát a pandémia az közbeszólt, de az a helyzet, hogy most az idén nem tudtuk megtartani, és ez annyira nagyon kellemetlen volt tényleg, mert olyan sokan érdeklődtek, külsők is, nem csak a mi klubtagjaink, hanem külsők is. És hát itt a Szabad Művelődés Háza, ez mindig a miénk volt akkor, úgyhogy hát ennyi fér a programjainkban, de nekem vannak még elképzeléseim. Akkor ez a mai találkozásunk azt a célt szolgálta, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy ismét van, nem csak igen, a 20 éveseké a világklub. Igen. Tessék menni, tessék, látták kedves nézők, hogy mennyi minden program van egész év során, úgyhogy szerintem a nyugdíjas éveiket sem kell senkinek otthon tölteni, hanem jó kis közösségben is el lehet tölteni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és várunk majd egy következő alkalommal, hogy beszámolj a fejleményekről. Én is köszönöm szépen, hogy eljöhettem, és hogy beszámolhattam a kis életünkről. Többféle foglalkozással is készült a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Fehérvári Kézművesek Egyesülete. A kisebbek kulcstartókat és ékszereket készíthettek, míg a felnőttek a csipkeverés művészetét sajátíthatták el. A gyöngyfűzés fortéjait egy karkötő vagy nyaklánc készítésének technikáját ismerhették meg többek között azok, akik ellátogattak a Rácz utcai kézművesek házába. Kisebbek és nagyobbak is találtak kézműves lehetőséget maguknak. Karkötőt készítek, és még hátra van sok, de remélem szép lesz. A kis apró gyöngyökkel nem is olyan könnyű bánni, de a végeredményért megérte aprólékosan alkotni a gyerekeknek. Hát
Egy kicsit nehéz, most a jobb oldali van három kilós. Így fogd össze, a jobb oldali van három kilós. Fogd be. De szép lesz a végén majd. És mi az, amit készítettek? Egy hóembert, meg egy gyűrűt. A csipkeverés bonyolultnak tűnő művészetének elsajátítására is volt lehetőség. Volt, aki már ötödik alkalommal vett részt a szakkörön, de akadt olyan is, aki még csak akkor kóstolt bele a csipke készítésbe. Kicsit bonyolultabbnak tűnik, mint amennyire ez valójában bonyolult, és ez szerintem azért van, mert hogy ilyen speciális eszközigénye van, és egy kicsit misztikussá teszi ezt a kézműves tevékenységet. De hát szépen lépésről lépésre haladva könnyen elsajátítható. Milyen szükséges eszközök vannak, amik kell, hogy legyenek akkor, hogyha valaki szeretne csipkét verni? Hát kell hozzá egy csipkeverő párna, és hát orsók, csipkeverő orsók kellenek hozzá. Ahogy látom, akkor itt azért a tűk is fontos szerepet kapnak egyébként a csipkeverés kapcsán. Hogyan lehet elindulni annak, aki szeretne, mondjuk, hogyan lehet bekapcsolódni ide a műhely munkába? Hát ez egy szakkör, amit a kézművesház meghirdetett. Most ez az ötödik alkalom, tehát ez így szeptembertől indult el. Várjuk szeretettel az új jelentkezőket. Be lehet kapcsolódni, a kézművesház honlapján meghirdetjük mindig a következő szakköri időpontot. Egy bizonyos kezdő felszerelés van, tehát aki csak ki szeretné próbálni magát, hogy na tényleg az-e, amit ő elképzelt, megteheti, és hogyha úgy érzi, hogy szeretne tovább is foglalkozni vele, hát akkor meg kell venni a saját felszerelést. Egy ilyen alkalommal, tehát például most így délelőttől délutánig, hová tudnak eljutni a csipkeverésben azok, akik mondjuk most kapcsolódnak? Itt egy hölgy van, aki szeptember óta jár ebbe a szakkörbe, most ő van itt jelen az első tagok közül. Hát ő már nagyon szépen halad, egy kis segítséggel ő már képes, most éppen egy betétcsipkét készít. Több új ismeret van, de ugye egymásra épülnek az ismeretek, és egy kis kezdeti elindítás után ő már önállóan azt a csipkét tudja készíteni. Kettő kezdő van most, hát ők ma megtanulták, hogy kell felorsózni, mert az se mindegy, hogy orsózzuk fel, és megtanulja feltenni a műhelyrajzot a párnára, és most az alapveréseket fogom majd nekik megtanítani ma. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó foglalkozásokon az érdeklődők az idén már 23 éves Fehérvári Kézművesek Egyesületét is megismerhették közelebbről. Most jelenleg 10 felnőtt szakkörünk működik, és egy gyerek szakkörünk. A gyerekeknek havonta egy szombaton tartunk elfogadtságot. A felnőtteknek gyapjuszövés, vászonszövés, goblenszövés, fafara, bőrművesség, bútorfestés, üvegékszerkészítés, hímzésvarrás, gyöngyfűzés és nemezelésbe, tehát ilyen ennyi szakkört működtetünk. És várjuk az érdeklődőket, akik szeretnének ezekkel megismerkedni. A kézművesek házában a kisebbek és nagyobbak játékfigurákat, kulcstartókat is készíthettek filcből, vonalakból. Ez volt mára az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánok, viszontlátásra!